Na hellosztok, hát itt is vagyok egy újabb vinkratos résszel, ugyanis meglett a 73-as szint, hamarosan egyébként már a 74-es is meglesz, mindenesetre most ezzel a szintes sorral tudjuk keríteni a következő küldetésünket, amit mindjárt meg is nézek, hogy micsoda. Ez egyébként azt hiszem az utolsó előtti küldetés lenne, egyébként Rumble Tribesman a neve is hát közepesnek írja, úgyhogy szerintem lassan én is indulok ezek a koordináták irányába. Szóval jelenleg már nincs túl sok küldetésünk hátra, azonban ugye hamarosan jön a következő nagy update, ahol szintén behoznak egy jó párat, szóval hát attól nem kell félni. Viszont ha hamarabb elfogynak a küldetések, akkor lehet, hogy lesz egy kis szünet a sorozatban, és addig egy kicsit más videók is fel tudnak kerülni a csatornára, plusz hát előbb-utóbb így is úgy szeretnék még másokat is csinálni, ugye sokan írtátok például megint a Cségót, én nem is értem, hogy igazából miért annyira kedvelt dolog ez itt a csatornán. Hát jó, hát felőlem lehet esetleg majd előbb-utóbb Csé is. Azóta egyébként egy kicsit fejlődtem az addigi teljesítményemhez képest. Hát most se vagyok egy nagy Csés, de azért egy MG2-t már meg tudtam szerezni. De ezt tényleg csak így zárójelben mondom, majd hogyha esetleg lesz róla szó. Winkraft kapcsán, mint látjátok, elég sokat haladtunk a gildel, most már 140. a gildünk, szóval elég jó helyen állunk, és ennél már csak jobb lesz, és egy jó pár emberbe is tudtunk venni, de persze még nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és ez úton is elnézést szeretnék kérni, tehát sajnálom, hogyha nem tudunk ennyi embert bevenni, de elég bágos ez a fejlődés rendszer, és nem mindig enged minket szintet lépni, anélkül pedig eléggé csak nehezen tudunk bevenni embereket, de remélem, hogy előbb-utóbb majd ez megjavul is, majd sokkal többeteket be tudunk venni. Ja, egyébként ami még ide kapcsolódik a Winkrafthoz, mint látjátok, a fegyverem is másrészt visszaváltottam az L-Ikvánra, azt hiszem ez a neve, mert hogy bebágolt, az is, elég sok itt a bug mostanság, de bebágolt és elvette az egy jó kis legendary 70-es vagy valahányos fegyveremet, szóval ez egy kicsit vicces, de nem tudok mit csinálni. De mindegy, itt azt hiszem valamelyik NPC-vel kéne beszélnünk, meg is kérdezem mondjuk őt itt előttünk. Bevallom, egy kicsit megfélemlített az ő jelenlétük, de nem vehetem le a szememet róluk. Láttad azt? Az egyik felmászott a fára, csak úgy, hogy a lábát használta. Mi? Mi a szar? Nem vele kéne beszélnünk, de... itt valami nagyon-nagyon furcsa dolgok történnek. Persze, mert ezek ilyen törzs lakók, és itt ilyen érdekes dolgokat csinálnak. Na nézzük, vele kéne, hogy dumáljunk. Tessék már lenyugodni itt oldalt, hagyd dumáljak vele normálisan. Na mondjad, most már tudod. Fajnjuntusat, drasikev, uddrez... Na jó, ezt a nyelvet. Nem igazán értem. Kratzonnal, azt hogy jól kiemelte. Valószínűleg, mert ugye azzal kell beszélnünk. Hát ezek annyira törzslakók, hogy ezek még a nyelvünkön sem tudnak beszélni. Nagyon jó. Akkor mégiscsak visszajövünk ide. És akkor megpróbálunk vele beszélni újra. Hey, ezek az emberek elbűvölők, nem? Az biztos, hogy rossz szaguk van, ha bár. Micsoda? Egy törzslakó mondta a nevemet? Csodálatos! Én már próbálok velük kommunikálni, hetek óta. Ő biztos, hogy tűnik egy kicsit szomorúnak az a kis fickó. Ő folyamatosan csak mutogat a felé, a nagy fa felé, ami itt van. Az egyik Temple of Legends őrző egyszer nekem azt mondta, hogy lehetséges beszélni velük. Azt mondta nekem, hogy itt az erdőben van egy sámán, aki meg tud adni pár embernek lehetőséget arra, vagy jogot arra, hogy tudjon az ő nyelvükön beszélni. Én csináltam egy kis utazást, vagy hát utaztam egy kicsit itt keresztül a dzsungelen, és éppenséggel bele is futottam. Mondja, hogy ki tudja, talán a sámán majd fog veled beszélni. Ez lenne egy hatalmas segítség a kutatásomban, hogyha tudnék velük beszélni, hogy segítsek nekik. Szóval miért nem adsz nekem egy lehetőséget? Ú, de hülye egyébként az ott jobb szélen az a villager, na most le is állt, hogy mondtam a nevét. És még ki is ment a képből megsértődve. Na tessék, az önérzetes törzslakók. Na de folytassuk a szöveget. Kövesd ezt az utat észak felé, haladj el a tó mellett, és ahol majd ez az út ketté fog válni, nyugat és kelet felé, ott válasz a keleti útrészt, és akkor meg fogod pillantani a sámánt. Hú, mennyi égtáj, remélem nem kavartam itt összesen, amit szóval észak felé kell mennünk, el egy tó mellett, ahogy látom, és majd akkor az elágazásban balra, tehát nyugat felé. Hú, öcsém, beestelet mérete, végigmondta ezt a rengeteg hosszú szöveget. Szóval szerintem akkor el is indulhatunk, és hát remélem, hogy akkor nem fogunk itt eltévenni. Egy koordinátának mondjuk egy kicsit jobban örültem volna, de hát itt most úgy látszik, ezt itt direkt így cseltek, hogy ez lesz benne a nehéz. Na már itt egy elágazás, merre menjünk, hát szerintem ez még egyelőre nem egy nagy letérő, meg ugye itt is van a tó, szóval akkor egyelőre még csak követem ezt az utat, bár hát nem túl egyenesen észak felé megy, hanem kicsit ilyen észak-nyugat, valami furcsa építmények vannak itt mindenhol. Na és itt van valami nagyobb elágazás, és itt ez lenne a keleti, én el is indulok erre egy nyugat felé.
Új, te van egy újabb belágazás. Ó, te jó kis titokzatos barlang, oda majd egyszer be kell jutnom, de ahogy nézem, itt is a sámán, remélem ez az a sámán, amit nekünk kell keresni. Na, azt ott majd feltétlenül meg kell nézem, na, de először is akkor szerintem beszéljünk vele. Új, Ruja, Buffa, Niv, Van, Prudi, jaj, ez is hülye, nem már itt mindenki idióta. Jesus, egy lebegő kart megtámadott hátulról közben. Jézusom, mik vannak itt? Na, nézze meg az ember, hát végre elkezdett normálisan is beszélni. Na, mit is mondasz akkor? Elsütöttem egy varázslatot rajtad. Hogyha tiszta a szíved, most már meg tudsz engem érteni. Na, hát ez nagyon remek. Ez a varázslat engedélyezi a tiszta lelkűeknek, hogy beszéljenek és megértsék a nyelvünket. Megbízok benned. Ezzel, mivel a kapcsolatom a mi megszentelt fánkkal, akit úgy hívunk, hogy Entamis. Vagy hát megbízik bennem, mivel ugye az ő fájuk, ez az Entamis, azt megengedi nekünk. Én vagyok a törzsem sámánja, és én itt ülök egész nap a személyemet becsukva, és figyelmesen figyelem Entamisnak a hullám hosszait. De ő nem válaszol az én hívásaimra már elég régóta. Kedves ember, a jelenléted kibocsájt magából melegséget és bizalmat? Te most melegnek neveztél engem, ember? Jó, hát ezek után tudod, ki fog neked segíteni. Rohadt sámán és a baromságai. Na mindig, folytassuk a szöveget. Kall Argvid, ő az, aki átveszi a helyemet, mint egy sámán, ameddig én nem vagyok otthon. Most már fogunk tudni vele beszélni, menjünk, keressük fel, és hát akkor beszéljünk is vele. Hát, nagyon kellemes egy beszélgetés volt ezzel az emberrel is. Ezek után a másik idióta sámához ennyi kedvem se lesz, de hát sorok előtt is kerítőlünk, meg hogyha már itt vagyok, akkor mondom, benézek ebbe a kis barlangba, amit hát elsősorban nagyon szépen alakítottak ki, és viszont nem nagyon értem, hogy mégis mi értelme van itt. Van valami kis elrejtett láda, valami ellenségek. Ez egész ilyen boss-szerűségnek néz ki, de ilyen teljesen random barlang, ezért sem értem, hogy így hogy kerülhet ide ilyen nagyként, és olyan meddig megy ez itt még. Okay, még itt van egy utolsó kanyar. GG, egyelőre itt ebben semmi nincs, nagyon jó. Tényleg tök jól néz ki, de nem is értem igazából, hogy ilyen hatalmas nagy barlangokat ide csak úgy kifúrtak, mert valószínűleg sose fog bejönni senki, mert hogy ugye nincs itt semmi, meg így eléggé ki is esik a dolgokból, itt se lehet lemenni sehová. Viszont ez is bazin egy munka lehet, tehát tökre nem értem ezt az egész helyet. Nem mindegy, azért megnéztük, mert kíváncsi voltam rá, itt se lehet más sehová se felmenni, vagy valami kis elágazás, itt nem nagyon látok igazából semmit. Na mindegy, érdekességként jó volt. Szerintem akkor utamat is veszem kifelé, és akkor lóra patonok, mehetünk is vissza a másik sámához, és akkor, hogyha majd odaértem, akkor találkozunk. Hú, de megérett ennek a nyelve, hogy tudunk vele beszélni. Na nézzük csak akkor mit ír. Amilyen régre én csak vissza tudok emlékezni. Úgy emlékszem, hogy az embereim úgy hívták ezt a fát, mint a védelmező. Ő megosztja a mágiáját azokkal, akik őt tisztelik, és egészségesen tartja őket. Vagyis ő ezeket csinálta. Pár nap felkeltével ezelőtt egy furcsa élőlény idejött, és áthatolt a fának a mágikus hordóján, mágikus falán, mint hogyha csak egy gyapjúból lenne. Beásta magát mélyen a gyökerek közé, és tojásokat, és hatalmas tojásokat rakott le. Ezek tele vannak töltve undorító rovarokkal, amik isszák az ő védelmező mágiáját, gondolom a fának védelmező mágiáját. És ami a dolgokat még rosszabbá csinálja, hogy ők valószínűleg átcserélik ezt a mágiát romlottsággá. Csak néz rá, nyilvánvalóan nagyon beteg. Sőt, még pár emberünk is elveszette a tudatát, és eléggé veszélyessé váltak. Ez egyszerűen tönkreteszi a lelkemet, hogy ezt kell, hogy lássam, hogy ezek zajlanak le itt a szemem előtt. A mi védelmező mágiánk extrém gyenge mostanság. Hogyha megpróbálnám én magam megállítani ezt a szörnyet, valószínűleg én pillanatra lejjebb görgőzök, szóval valószínűleg én elbuknák. Te azonban egy kicsit védettemnek látszol. Mind a kettőnknek érdeke, hogy ez az élőlény meg legyen állítva. Neked egy biztonságosabb időbe kell átállítanod a dzsungelt, és akkor az mi emberek meg lesznek mentve. Simán csak kövesd a rombolás útját, ez a gyökereknél kezdődnek, szóval ezek alapján majd megtalálod magadnak az utat, de legyél óvatos, és Entamis vezessen téged. Entamis ugye ez az a fa, de gondolom ez csak úgy mondta, hogy majd az ő segítsége majd úgyis megsegít, de hát nyilván nem nagyon fog tudni szerintem.
Egyébként egész végig ugye arról volt szó, hogy ezek a dörzslakók tiszta idióták, hogy ez az ember is, akivel találkoztunk először, azt mondta, hogy csak a pusztán a két lábával felmászott ugye egy fára, szóval nem tudom, mennyit rontott a helyzeten az, hogy ide jött valamilyen beférkőző gonosz teremtés, de mindegy, nézzünk körül, valamit keresnünk kell, akkor itt gondolom ebben a kis falucskában. Egyébként nagyon jó kialakított házak. Lehet egyébként valószínűleg be se kéne jönnöm ide, de ezekben én mindig úgy bele szeretek menni, mert olyan jó nézni, hogy micsoda részletességgel ki tudtak dolgozni ilyen épületeket. És ezeknek is megvan nagyon a hangulata. Tehát az lehetett a Minecraftban különösen nehéz, és ezért is csodálom az építőket, hogy ugye rengeteg mindent kellett építeni, na de nem csak egyfajta stílusban, tehát egy stílusban könnyű építeni, hiszen az ember valamilyen típusú épületet megtanul, és akkor azt már itt tudja gyakorlatilag sokszorozni. De itt viszont rengeteg fajta van, mindenféle kultúrát tökéletesen jelképez. Na hát itt van egy befelé vezető kis alagút, ezt észre sem vettem, valószínűleg erre kell menni. Igen, nagyon jó helyen járunk. Szóval nagyon-nagyon kitettek magukért az építők, és ez nagyon-nagyon jó. De ugye ezt már nem először mondom. Viszont itt van egy újabb szöveg. Entamis mondja, na hát, ezt se gondoltam volna. Köszönöm, hogy jössz. Nincsenek most már csak perceink. Ez a monster, akinek a neve Aenara, egy ilyen ördögi szörnyezet a romlottságból. Ugye ilyen ördögi romlott szörny. Nem is tudom, hogyan fogalmazza. Mindenesetre nagyon gonosz, és nekünk meg kell állítanunk, mert akkor nekünk annyira jó lesz, biztos kapunk sok XP-t, meg mit tudom én. Ő tojásokat rak le, amiben, basszus, csak jönnek rám ezek a szarokat, így hogy nem tudom elolvasni. Micsoda fatönkök meg bokrok támadnak. Szóval ő tojásokat rak le, amiben ilyen mágia ivó rovarok vannak. Ők megesznek engem élve, és átcserélik az én mágiámat gonosz mágiával. Szóval meg fogok hamarosan halni. Na hát akkor ezt meg kell állítanunk. De vajon meddig kell még mennünk ebben a gyökérben? Mármint hogy úgy gyökér, hogy nem az Entamins, hanem csak hogy ugye a gyökér. Jó, mindegy, értitek. Szóval Entamins gyökereiben. Mert egyelőre már egy jó ideje megyünk, de sehová sem jutottunk ezért a potion-t, viszont visszaugrok, mert nincsen botim, és állítólag ez egy eléggé komoly boss fight lesz szintén. Nem hagyhatsz engem újjászületni, mint egy gonosz lény. Hát nem is akarlak, csak azt nézem, hogy hogy lehetne innen lejutni. Bár valószínűleg, senki nem érdekel, csak ugorjunk légy a közepébe. Így bum, be a boss mellé, ami még insta-kill-e. Na hol van, hol van? Itt vannak ezek a tojásai mindenhol, viszont nem nagyon látok egyelőre sehol bossot. Nézzünk itt egy kicsit körül, talán valamelyik ilyen nagy gyökéren kell felmászni, hogy oda jussunk hozzá. Vagy valahol elhagytuk volna egy fentebbi helyen. Mint hogyha ott látnék neveket. Servant of Aenara. De nem tudom, hogy ez lenne az a boss, amit nekünk meg kell ölni. Valamilyen Aenara, szóval támadjuk meg. Abból baj nem lehet. Ugye itt vannak ezek a tuskók is. Ó, azért ennek jó sok élete van, lehet, hogy mégis ez lenne a boss. Nem, mégsem azt, hiszen ott is van egy a másik oldalon, hogy pont ugyanez. És bazból csak egy van, te meg előled meg több, úgyhogy te nem lehetsz az. Nem tudom, hol a boss akkor viszont. Nézzünk egy kicsit körül, még egy csomó van így egyébként ilyenből. Csoda, hogy egyébként ez eddig nem is tűnt fel nekem, amikor leugrottam. Még mindenhol vannak. Na jó, hát ez egy viszonylag nyugisabb boss fight. A boss az így lustálkodik, vagy nem is tudom, hogy mit csinálhat, mert nem nagyon látom sehol. Itt is van még két fatuskó, azokat viszont megölöm, mert nem szeretem, hogy így néznek ki. Milyen ellenség az, ami úgy néz ki, mint egy blokk, na hát. Jó, viszont úgy látszik, hogy le tudod spawnolni végre a bossunk is. Na hát akkor ugorjunk is neki. Örülök, hogy látlak, hát eddig hol voltál, én már voltam itt és nem találtalak. Előtólag erre is azt mondtátok, hogy eléggé egy erős boss, vagy legalábbis sok élete van. Jó, hát akkor megpróbálom először szólózni, aztán hogy nyilván, hogyha nem megy, akkor kérek megint egy kis segítséget. Egyelőre nem vészes, bár ez is ez a rohadt pókálózásával lehet, hogy idegesítő lesz. Hát szívósnak szívós az tényleg biztos, mert hogy eddig még nem nagyon ment le egy csíkéletesen, de nem tűnik annyira durván veszélyesnek. Még ugye nem is annyira gyors, tehát simán tudom akár basicet akkor is sebezgetni, amit most már ugye ritkán engedhetek meg bossoknál magamnak, mert vagy olyan gyorsak, vagy összeugrálnak, hogy basicet akkor már alig lehet hozzájuk élni. Egyébként nem akarok belekötni a történetbe, viszont mondjátok már el, hogy valaki mondja el, hogy az Istenben lehet az, hogy ebből a kis szörnyből kijöttek ezek az óriási tojások, amik itt vannak körülöttünk. Tehát, hogy így hogy? Mert azért egy kicsit azért nagyobbak, mint maga a boss. De mindegy. Jó, hát szerintem elleszek ezzel a bosszal, mert úgy látszik, hogy ez is nagyon visszatöltögeti a saját életét. Úgyhogy lehet, hogy be fogom szólni inkább ide ezt a képet, hogy így one eternity later. Mert hogy ez... ez tényleg egy örök valóságig tart. Mert hogy ő is ugye visszatölti az életét, meg ugye én is töltöm az életemet, úgyhogy így nem nagyon tudunk mit csinálni a másikkal.
One eternity later. Na jó, hát akkor azt hiszem ez az első boss, akit én egyszerűen itt hagyok, mert ez nem tud engem megölni, meg én sem tudom megölni, úgyhogy így valahogy ide kerültem a sámához. Szóval, hát kérek egy kis segítséget, akik éppen vannak a szerveren, és hogyha majd velük vissza tudok jönni, akkor majd megpróbáljuk legyőzni ugye a bossot. Szóval mindjárt itt vagyok. Na már akkor azt hiszem itt is vagyunk, egy hárman azt hiszem, és akkor ezzel meg is próbálhatjuk legyőzni a bossot, vagy hát így, egy kifejezetten egyszerű lesz, remélem, legalábbis. És az is jó lenne, hogyha most azonnal le tudna spawnolni ez a cucc, és itt is van, szerencsére most ezt akkor nem kell kivárni újra, hogy megjelenjen. Na nézzük akkor így, hogyan tudjuk vinni le neki az életét. Hát igen, azért így már talán egy fokkal jobban megy. És ha jól látom, akkor már le is ment egy pár csíkjelte, vagy még nem. Nem úgy látszik, hogy még nem, de hát azért csak tudjuk, hogy minél hamarabb lemenjen az összes élete. Bár meg kell hagyni, ezért eléggé jól bírja. Nem semmi. Mi a szar? Most érzem, hát ez nem is a boss, hát mit ütünk mi? Hát a boss az ott van hátul. Tetszik ki. Most vették észre ők is, hogy ez nem igazán a boss volt, ez valahogy így hátra repült. És onnan hátul ott röhögött ránk, hogy még jó kis fedezéket találtam, még mi elfoglaljuk magunkat a kis végtelen életű zombi pigmennyével, kis segédjével. Az egyébként veszélyesebb boss lenne, mert annak tényleg nem tudnánk levinni semmennyi életet sem. De hogy lehet ennyi pókhárót lőni most komolyan? Mindent össze pókhálóz. Viszont egész jól haladunk. Igen, ott is van, és most már ment is le, körülbelül már a fél élete. Ezt jó látni, azonban ezért nekem egy kicsit könnyebbnek tűnt, legalábbis én könnyebbnek gondoltam, azt hittem, hogy kicsit hamarabb meg fog halni. Tehát, hogy így majd azonnal leszáll az összes életed, de hát azért szívósnak szívós, bár nem is sebes sokat, de legalább jól bírja. De már csak pár skill, és remélem ott már az utolsó helye. Mégis, azért mindent megtesz, hogy idegesítsen, de meghalt. Egyébként igyekszek mindenkinek visszaélni, akik itt fent rám érnek a szerveren, csak egyébként itt van ez a kis cucc, mindjárt fel is engedi, hogy vegyem. Csak nézzétek el, hogyha néha lassan írok vissza, vagy nem is tudok visszaélni, mert eléggé fel tudnak gyűlni így a chatben a dolgok, és emiatt hát ritkásabban jönnek össze úgy a helyzetek, hogy azonnal mindenkinek választ tudjak adni a kérdésére, főleg hogyha hosszabb, de hát azért igyekszek. Viszont szerintem akkor ezzel le is adhatjuk a kis megszerzett cuccunkat. Ennek a sámának, egyébként jó is ilyen szempontból, hogy ide rögtön a sámához tesz, hopp, hogy hátra repült. Hello újra, örülök, hogy visszatértél. Nem kell, hogy bármit is mondj. Én nem érzem többé már Entomist. Tudom, hogy ő meghalt. Mi? Komolyan, ne hülyéskedjen már. De annak ellenére meg tudtad védeni őt, hogy ez a romlott mágia, hopp, mekkorát ugrott a szóval egyébként szénlépés, jej! Szóval meg tudtad állítani, hogy ez a gonosz, romlott mágia tovább terjedjen benne a továbbiakban, és ezért az embereim örökre az adósaid. Ez a rovarnak a királynőnek kellett, hogy legyen. Nekem szükségem van, hogy szervezzek egy rituálét, hogy megöljük teljesen. De ne foglalkozz vele, én ezt meg tudom csinálni a saját időmben. Kérlek, fogadd el ezt. A pénz értéketlen számunkra. Hát nekem meg inkább pénz kéne. Adjatok inkább azt, ne pedig valami mágikus törzsi fűszálat, vagy mit tudom én. Ilyen veszedelmes időkben pár lépés előre és kockáztatás azoknak az élete, akiket meg akarunk menteni és nem tudnak róla. Na de ez már csak szövegelés, a lényeg az, hogy szintet léptünk és kaptunk még emeraldot is egyébként, hiába azt mondta, hogy nem akar adni. Viszont felteszek egy kérdést, hogy skillpontot már lehet fejleszteni? Ugyanis én próbáltam az előző szint lépéssel, és eléggé bágos volt, mint ahogy egyébként mondtam, hogy sok minden bágos, nekem a skill fejlesztés sem ment, tehát rátettem két skill pontot atakra, és nekem továbbra is 64 van, ami nem túl jó, de remélem hátra találnak valami megoldást rá. Na nézzük, hát elvileg lehet, rá is teszek egyet, de továbbra is 64, szóval ez így most egy kicsit nevetséges, mert nekem még mindig nem lehet, vagy csak én csak valamit rosszul, bár itt nem tudom mit lehet elrontani, na mindegy, majd később. Később, hát ha majd engedni fogja. Viszont egyébként tök sok XP-t kaptunk ugye, és ezzel megvan a 74-es szint, amit csak egyet jelent, amit ugye ők is írnak most, hogy bobos küldetést mikor kezdjük el, és hát azt szerintem ebben a részben még nem kéne, majd a következőben beiktathatjuk. Nem tudom mikor kerül rá pontosan sor, de az a jelenlegi utolsó és a legnehezebb küldetés, ha jól tudom, szóval érdekes lesz, már várom. Fura egyébként, hogy ugye nekem továbbra sem adja meg, azt mondják ugye, hogy 70 lehet alapesetben. Ja, hogy ugye, hát persze, hát ezek csak sima könyvek, és ugye 60 észteknél nem lehet több.
létezik ez? És tényleg 70. Tehát ott írja, hogy a leírásnál ott már írja normális, hogy 70 a skill ponton, még ugye alapesetben a könyvek azok csak 64-es pakként lehetnek. Na, akkor megnyugodtam, akkor nincsen benne semmi bug. Mégiscsak én néztem egy kicsit rosszul, de hát annyira nem vagyok már hozzászokva a sima Minecraft tulajdonságaihoz, így ahogy itt szarrá van pluginolva minden. Na de mindegy, akkor ez is megoldva, és akkor megvannak a skill pontok is. Meg ugye a rengeteg XP, meg ez az adag emerald. Szóval szerintem ez egy kellően jó lezárás, és hogy mehetünk ki a Bobhoz, hát ugye igen, ez lesz majd a következő részben. Ezt még megírom nekik, és hát ugye elköszönök. És ugye ezzel szerintem zárnám is a videót, úgyhogy szerintem a következőben találkozunk, akkor már egy babos küldetésben. És hát addig is minden jót, és sziasztok!